Új Versatile erő és Kerner munkagépeket mutatott be Bogár Mindszenten a Vector Holding Kft. A cég olyan eszközrendszert kínál vásárlóinak, amelyel hatékonyan, költségtakarékosan az adott talaj és csapadék viszonyoknak, illetve a termesztett növénykultúrák igényeinek legmegfelelőbb talajszerkezetet érhetnek el. Kerner Stratos maximum 20 cm mélységig alkalmazható, félig függesztett sekélykultivátor és mulcsra is alkalmas magágykészítőgép. Moduláris kialakításának köszönhetően egyszerűen felszerelhető tarlókezeléshez, mely így előművelő eszközként a szármaradvány aprítását is végrehajtja X-cut vágóhengerrel vagy crossboard simítóval, mellyel a szántás elmunkálás is elvégezhető. A merev készszárak a loop talpkapával egyenletes munkamélységgel sekélyművelésben is teljes átfedésben képesek dolgozni. Amennyiben kultivátorozott, szántott vagy pedig lazított területen szeretnénk magágyat készíteni, ez az X-cut vágóhenger előművelő eszköz cserélhető egy hidraulikus crossboardra. Ez egy simító, illetve egy egyengető előművelő eszköz. A nagyon hantos, nagyon rögös területeken célszerű a merev késszárakat a Herkules rugós kapákra kicserélni. Sokkal jobb a gépnek a vibrációs készsége, tehát a rögaprítás is sokkal jobb minőségű. A helyszínen szintén bemutatott Kerner X4 egy félig függesztett nehéz hibrid kultivátor, amely széles felhasználási területtel alkalmazható a sekély tarlóhántástól a mélyebb műveléssel történő szármaradvány bedolgozáson és alapművelésen át egészen a 30-35 cm mélységű középlazításig. A különböző munkafolyamatokhoz a művelőszerszámok könnyen cserélhetőek a Connect 40 gyors cserélős rendszernek köszönhetően. A gép sajátosságai közé tartozik az intelligens vonórúd, mellyel a dombos területeken is egyenletes művelési mélység érhető el, illetve a vonóerő növelése súlypont áthelyezéssel. A gép gyors cserélős tömörítő henger kapcsolással is rendelkezik, amely lehetővé teszi a henger nélküli munkavégzést a késő őszi munkák során. A nyírócsavaros dupla spirálrugós vagy hidraulikus késbiztosítással a Vector Holding Kft. Minden talajtípusra megoldást kínál. A résztvevők megtekinthették a Kerner Helix függesztett rövid tárcsát is, amely a tükörszimmetrikus tárcsa elrendezésnek köszönhetően nem oldalaz és egyenletes terhelés biztosít a vontató eszköz függesztésének. A munkagépekhez pedig elengedhetetlen egy elegendő vonóerővel és precízen dolgozó erőgép, hiszen a munkagépek akkor tudnak hatékonyan dolgozni, ha az adott vontató eszköz 8-10 km/órás sebességet képes elérni velük. A Versatile MFWD 335 univerzális és a DT610 hevederes derékcsuklós traktor több, mint vonóerő. MFWD 335-ös, ez egy 9 literes kaminc motorral szerelt traktor. Maga a traktor nagy tengelytávval rendelkezik, 3270 mm a tengelytávolságja, a motor teljesítménye a 9 literes kaminc motornak 370 lóerő, és több mint 16 tonna az önsúlya a traktornak. Az MFWD 335 rugózott melső híddal, visszaforgatható ventilátorhajtással, a kategória legnagyobb és minden komfortigényt kielégítő kabinjával rendelkezik. Az erőátviteli rendszer fő egysége a 16/9 fokozatú full power shift sebességváltó, amit kiegészít egy tempomat automatika, amelynek köszönhetően a traktor a változó körülmények között is mindig a teljesítmény, nyomaték és üzemanyagfogyasztás szempontjából a legkedvezőbb fordulatszámon dolgozik, tartva a munkasebességet a kezelő beavatkozása nélkül is. Mivel univerzális traktorról van szó, a nehéz talajmunkákon kívül számos más feladathoz is alkalmazhatjuk. A Versatile DT610-es hevederes derékcsuklós traktorról ugyanezek a fő paraméterek elmondhatóak, mint a univerzális traktorról, tehát itt is ugye a fejlesztéseknek a fő szempontja az volt, hogy a nehéz talajmunkákra egy optimális eszközt tudjunk biztosítani a partnerek számára. Ez a traktor méretében sokkal nagyobb, mint az univerzális traktor. Ezt egy 15 literes kaminc motor hajtja. A tengelytávolsága az 3900 mm, 650 lóerő a motor teljesítménye, és az adhíziósúlya az 30 tonna fölött van. Ezzel a 30 tonnával igen kímélő munka végezhető, hiszen a hatalmas felfekvési felületet biztosító hevederek csúszásmentesen viszik át a 2779 Nm nyomatékot a talajra úgy, hogy a káros talajtömörödés is minimális. Mindezen túl a traktor szélessége nem haladja meg a 3,5 métert, amely jelentősen megkönnyíti a közúton történő haladást.